Önök a Hajrá című sportmagazinunkat látják, jó estét kívánok! Majd nagyon különleges témával foglalkozunk. Három debreceni férfi Japánban vett részt egy kéthetes harcművészeti tréningen. A Bujinkan egy világméretű szervezet, ami kilencféle harcművészeti ágat tömörít. Erről beszélgetünk vendégeinkkel, Benyó Mátyással és Kovács Józseffel. Szerusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. No, hát ugye Varadnyi Gábor a helyi dojo-nak a vezetője, majd ezt mi nyilván később kifejtjük, hogy mi is ez, ő nincs itt közöttünk. Ti először jártatok Japánban, de először is akkor azt tisztázzuk, hogy mi is ez a Bujinkan, hogyan kell ezt elképzelni? Hát ez egy tradicionális japán harcművészeti irányzat. Történelmileg az Edo korszakban, tehát az 1603-tól 1868-ig terjedő időszakban élte világkorát. Ekkor fejlődtek ezek a harcművészeti irányzatok, amikor hát lényegében egy tár is többet ért, mint egy emberi élete. Mindennaposak voltak a háborúk, a csatározások, és végül is ebből a időszakból származik ez a kilenc iskola, amit most a Bujinkan keretén belül tanulunk. Ugye azért Japánban van ennek az ős hazája, de a világ többi táján mennyire népszerű, ide Magyarországra például hogy jutott el, mit tapasztaltatok, akár ott Japánban is? Az egész világon nagyon-nagyon népszerű, talán Japánban még kevésbé, mint amennyire szerte mindenhol. Ami miatt nagyon népszerűvé vált maga a Bujinkan szerte a világon, hogy egy rendkívül hatékony küzdősport és harcművészeti forma, nem hiába nagyon sok rendvédelmi szerv is használja. Talán az egyik legnagyobb érdekesség, hogy a nagymester több alkalommal is járt az Egyesült Államokban, és a FBI, illetve az amerikai határőröket is képezte személyesen, és tartott nekik szemináriumokat. A rendkívül nagy hatékonysága, és a másik előnye, ami más számos harcművészeti irányzatban is azért megjelenik, hogy nem szükséges hozzá fizikai erő. Tehát az ellenfél energiáját használva, ellene fordítva tudja legyőzni. Persze szerencsés, hogyha valaki termetes egyébként, plusz fizikai elejét bele tudja tenni, de nem szükséges hozzá. Éppen ezért egy 50 kilós hölgy is akár egy 2 méteres bevetési rendőrt is le tud küzdeni, természetesen a megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Említetted a nagymestert, Masaki Hatsumit, akitől ti tanultatok személyesen, ugye ő ennek az egész, hát mondjuk azt, hogy irányzatnak feje, alfája és omegája. Milyen technikákat tudott ő nektek átadni, illetve nem csak tőle tanultatok, tehát milyen tapasztalatokkal tértetek haza Japánból, és látunk előttetek fegyvereket, talán ide lehet kötni, hogy például ezek ellen hogyan lehet védekezni. A Bujinkannak egyébként tényleg, amit említettem, a hatékonyság, hogy nem kell hozzá energia. Eznek a különleges művelője maga a nagymester, aki gyakorlatilag egy kardvágást olyan módon tud elkerülni, hogy a kardvágást végző illető ezt nem is észleli. De ez természetesen kell az, hogy ő gyakorlatilag majdnem 80 éve gyakorolja magát, ha nem is konkrétan a Bujinkan, de különböző harcművészeti irányzatokat. Mindenképpen nagyon jó volt ebbe bepillantani, és ez az, amit személyesen kell megtenni, és el kell utazni Japánba. Természetesen nem kezdőként érdemes kimenni, hanem kell egy megfelelő alap, hogy fel tudja venni a ritmust a különböző nagymesterek és mesterek oktatásán az adott illető, de mindenképpen a tudás szintjén is nagyon-nagyon sokat jelent, azon kívül tényleg nagyon különleges élmény, hogy a gyakorlatilag a Bujinkan magvait elvető személyektől tanulhattunk közvetlenül. Az alapokat, amiket említettél, itt Debrecenben például hogyan lehet megszerezni? Ugye említettem már ezt a dojo kifejezést, mit jelent? Ugye Debrecenben is van egy dojo, mit jelent ez, hogyan lehet itt a Civisvárosban űzni ezt a sportot, harcművészetet? Hát maga a dojo kifejezés az nagyon szabad fordítása, azt lehet mondani, hogy edzőterem. Egyébként ilyen spirituális jelentése is van a japánok szemében. Debrecenben nekünk a Füredi úton van az edzőtermünk, kedden és csütörtökön 7 órától. Hogyan telnek ezek az edzések? Mit tudtok gyakorolni? Hányan vannak egyébként úgy a közösségben, tehát hogy milyen szinten lehet ezt itt megtanulni? Hát 10 vagyunk
körülbelül az edzésen, van, amikor mindig változik a létszám. Edzéseken ugye az alapokat gyakoroljuk, és úgy haladunk az egyre összetettebb technikák felé. Ezért is szerencsés kimenni Japánba, mert sokkal magasabb szintű tudást tapasztalunk meg, mint amit itt általában saját magunk között tapasztalhatunk, és ezt igyekezünk utána átadni a itthon lévőknek. Milyen sport értéke van ennek a harcművészetnek? Ugye ez picit ilyen határterület, olimpiai sportág a judo, nagyon sokan kungfuznak, és egyértelműen sport. A Bujinkan, mint egyfajta önvédelmi harcművészeti irányzat, mennyiben nevezhető sportnak itt a másik ember legyőzése, maga a mozgás, mi alapján mondhatjuk azt, hogy ez sport? A fizikai aktivitás tekintve mindenképpen sport, hiszen azért az egészséges életmódhoz a sport az abszolút hozzátartozik, és anélkül igazából egészséget nem is lehet elérni. A Bujinkan keretén belül azért nagyon sok mozgás van, nagyon sok gurulás, és igazából ami az előnye, mondjuk egy célzott erősítéssel szemben, hogy a test minden izmát megmozgatja. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a törzsizmokat megerősítve, a gerincizmokat megerősíte, ezáltal például a gerincsérvet nem csak hogy megelőz, hanem kezelni is képes. Ami miatt mégsem igazán sport, és ami miatt nem kerülhet be mondjuk olimpiai sportágak közé, mert maga a harci technikáknak nincsen külön szabályrendszere. Tehát, hogyha visszautalok Józsinak a bemutatására a történelmi háttérrel kapcsolatban egy csatamezőn, nincsenek szabályok, nincs az, hogy de csak úgy lehet legyőzni az ellenfelet, hogy mondjuk csak a nyak alatt és csípő fölött szabad mondjuk egy ütésbe vinni. Tehát gyakorlatilag bármilyen technika, illetve most utalok az asztalon lévő eszközökre, bármilyen eszköz is bevethető, például az előttem látható faeszköz, egyébként egy mezőgazdasági ültető eszköz, ami egyébként hatékony tud lenni akár még egy kardos ellenféllel szemben. Én úgy, hogy nagyon sok sportot kipróbáltam, más harcművészeti irányzatot versenyszerűen sportoltam és táncoltam is, ehhez képest talán a legegészségesebb sportnak a Bujinkan tartom. Azt talán elmondhatjuk, hogy te például orvosként dolgozol, Gábor, akit már említettünk, egy multinacionális vállalatnál, tehát sokféle ilyen szempontból is a csapat. Mit adott nektek személy szerint a Bujinkan? Itt említetted már te is, Józsi, a spiritualitását, az önmagunk megismerését. Ez akár egy fárasztó nap után elmenve edzésre mit tud adni? Hát kikapcsolja az agyat, tehát ahogy belépünk, vagy személy szerint én az edzőterembe, úgy megszűnik a külvilág, csak az van, nincs más, nincs munkahely, nincs család, csak az. És akkor teljesen edzés befejezte után, teljesen felfrissülve jövök ki, fizikailag fáradtan, de szellemileg viszont frissebben. Azért gondolom, egy-két órára ez jól is esik. Igen. A Bujinkanra még kifejezetten jellemző, ami a harci technikák alkalmazásából is adódik, hogy nincsen szigorú szabályokhoz kötve, de ez az edzésen való részvétel se. Tehát elég megértő a közösség, elég befogadó a közösség, nagyon sokféle ember műveli a Bujinkant, orvosoktól elkezdve, akár teljesen más fizikai kétkezi munkát végző emberekig. Mindenki toleráns a másikkal, és mindenki örül, hogy gyakorolhatja a Bujinkant. Igazából a közösség hangulatát megrontó egyének valahogy nem kerülnek be a Bujinkan köreibe. Éppen azért, hiszen versengési lehetőség nincsen. Mindenki a saját tempójában tud edzeni, és ezért is előnyös például, hogy kezdőként is bárki csatlakozhat, akár az egész év folyamán például a mi edzőtermünknek a gyakorlásaihoz is, hiszen nincs az, hogy egy adott év lezárul, és évközben nem lehet bekapcsolódni, mert esetleg olyan haladó anyagokkal találkozik. Az edzés mindig úgy strukturálódik, hogy van kezdőknek való, és van persze haladóknak való anyag, de egyébként a haladók is a kezdők anyagát is mindig tudják gyakorolni és pontosítani. No, hát én köszönöm szépen akkor, hogy itt voltatok, és hát további kellemes élményeket ebben a sportban. Mi köszönjük a lehetőséget. Ez volt már a Hajrá, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.